Kedves nézőink, június 13-a a Védőnők napja. Ennek apropóján láthatnak most egy stúdióbeszélgetést, kérem tartsanak velünk. Köszönöm a stúdióban Halbrucker Katalint és Vincéné Szamosmári Veronikát. Jó estét kívánok, önök mindketten védőnők, és ugye június 13-a a Védőnők napja. Ön fogja képviselni a parlamentben az országos ünnepségen az ajkai és a körzeti környékbeli védőnőket. Ez a Védőnök napja, ez valami új fejlemény mostanában, ugye? Igen, hát idén először rendezik meg, tehát most először van ilyen jellegű ünnepség. Egyébként minden évben a Semmelweis ünnepség kapcsán a védőnőket szokták ugyanúgy megjutalmazni, mint a többi egészségdolgozót, de azért a Védőnök napja lett ez, mert ugye pont 100 év alakult meg az első védőnői egyesület, a Stefánia. Védőnői szolgálat, így van, tehát 100 éves, és akkor ennek ebből az alkalomból fogják önöket köszönteni, önöket védőnőket. A védőnői szolgálatot egyébként hungarikummá is nyilvánították, amennyiben jól tudom. Mennyiben hungarikum ez? Külföldön nem működik ilyen jellegű szolgálat? Hasonló működési szolgálatok vannak külföldön, konkrétan így védőnői szolgálat. Magyarországon működik egyedül, és én úgy tudom, hogy talán még Finnországban van egy hasonló működésű, és más országban én nem tudok konkrétan ilyen védőnői szolgálat működéséről. Az ember védőnőről beszél általában, nem tudom, hogy mindenki tisztában van-e azzal, hogy ez egy nagyon-nagyon szerteágazó szakterület, úgy gondolom én legalábbis, szociális, egészségügyi, sok minden. Mit foglal magában egyáltalán a védőnői munka? Hát több célcsoportunk van, igazából egy egész nagy réteget ölel körül a mi munkánk. Foglalkozunk nővédelmi gondozással, várandós gondozással, csecsemő és kisgyermek gondozással, gondozzuk a gyermekágyos anyukákat, ugye szülés után nevezzük őket gyermekágyos anyukáknak, valamint kisgyerekekkel, nagyobb gyerekekkel betöltött 7 éves korig a területen, és vannak iskola és ifjúságvédőnőink, akik ugye az általános iskolásokkal, középiskolásokkal. És ugye szoktuk mondani, hogy komplex családgondozást végzünk ezen felül, tehát igazából az egész család problémája. Tehát ha apuka kérdez, nagymama kérdez, igazából nincsen. Mondjuk az apukák szoktak viccelődni, hogy ővelük is foglalkozunk-e. Konkrétan velük nem, de nyilván ha van valami egészséggel kapcsolatos kérdésük, akkor természetesen válaszolunk. De inkább a nőkre koncentrálunk, az anyukákra és a gyerekekre. Melyik a fajsúlyosabb, a szociális jellegű tevékenység vagy az egészségügyi? Inkább a megelőző, tehát az egészségügyi, a szociális tevékenység az annyira nem látunk bele, de segítséget nyújtunk, és olyan értelemben, hogy hova forduljanak az anyukák. Magát szociális segítést nem is tudunk végül is semmit. De gondolom figyelik azért a családokat, hogy tehát... bent vagyunk, komplex és tudjuk... Komplex testi-lelki gondozást végzünk, én úgy gondolom, hogy amennyiben ez is belefér a szociálisba, azt gondolom, hogy a lelki gondozásra egyre nagyobb hangsúly helyeződik mostanában. És esetleg olyan problémát észlelnek, akkor jelzik. Persze együttműködünk, szoros együttműködésben vagyunk a családsegítő szolgálattal, egészségügy másik területeivel is. És amikor ön is említette, hogy többféle területen dolgoznak, azt mondjuk, hogy védőnő, de ha jól tudom, akkor vannak iskolai családgondozók. Hányféle terület van egyébként? Hát én már majdnem mindet kipróbáltam, mert amikor elkezdtem dolgozni, ugye akkor körzeti védőnő voltam, és akkor a családvédelmi szolgálat védőnőjének az elődje volt, akik a nem kívánt terhességekkel foglalkoztak, és úgy belecsöppentem egy ilyen bizottságba, és amikor megalakult a 90-es években, akkor már ennek a bizottságnak ugye nem volt feladata. Aztán egy 9-7-8 évet dolgoztam most középiskolában, mert akkor arra volt szükség, hogy itt kevesebb védőnő kellett Ajkán, és én elmentem középiskolába, és hát Hébe-Hóba kórházi védőnőként is dolgozom, de nyilván nem olyan mélységben, hogy most a kórházi védőnő csináljam, az újszülötteket nyilvántartásba vesztük, és ezeket értesítjük róla a védőnőket. Úgyhogy egyedül a Kalmet védőnő munkáját nem próbáltam, de az már egy tizenvalány éve megszűnt, tehát nincs is olyan szakma már gyakorlatilag. A Kalmet védőnő az egy nagyon régi védőnői munka volt, de rendesen védőnőnek képezték ki az illetőket, és akkor a tüdőgondozóba dolgoztak ezek a védőnők, és ők látták el a csecsemőknek a BCG-heg ellenőrzését, ha még emlékszik, akkor volt ilyen. Ő hozzájuk bementek, ők adták
hogyha nem volt, nem eredt meg az oltás, a BCG oltást is, és az iskolában is még volt BCG heg ellenőrzés, én még kaptam ide ilyen kis próbát, a gyerekeim már nem. Uh-huh. És amikor úgy döntött a kormány, hogy mégsem olyan nagy probléma a TBC, legalábbis a fiatalok körében, akkor ezt teljes mértékben megszüntették, ezt a foglalkozást, nincs is ilyen ellenőrzés már. Itt hallgattam, hogy ön is mondta, említették, hogy a terhes gondozás is az önökhöz tartozik, és a középiskola. Tulajdonképpen hányféle korosztály, vagy mitől meddig foglalkoznak önök? Hát úgy mondom, hogy azért 0-tól 23-24-ig, mert a nappali szakosok, amíg járhatnak ilyen középiskolában, én nekem volt 23-24 éves diákom is a Bercsényiben, és ők már ugyan fiatal felnőttek, őket ifjúsági gyerekorvos vizsgálja kint az Alkotmány utcai rendelőbe, de ugyanúgy egészségnevelés, egészségfejlesztési feladatokat elláttunk, tehát igyekeztünk őket egy kicsit felkészíteni az életre. És tulajdonképpen 24 éves kor fölött is foglalkozunk, mert ugye akkor meg már belekerülnek abba a korosztályba, amikor nővédelem és várandós gondozásba visszajönnek, ez a szakmánknak a szépsége, ez a körforgás. Úgyhogy tulajdonképpen azt hiszem, hogy talán nincs is felső korhatár, mikor kinőnek már a szülés, várandóság, gyerekágy időszakából, akkor meg újra visszakerülnek a nővédelemre, ugyanis nővédelmi gondozást aztán is végzünk. Aztán nagymamaként találkozunk, ugye én már 34 éve dolgozom. És a nagymamakénti gondozás is újra visszakerül a képbe, ugye most a méhnyakrák szűrés az, amivel ugye sokat foglalkoznak, hogy a védőnök kezébe szeretnék ezt, ugye a védőnök kezébe is szeretnék ezt tenni, úgyhogy lehet, hogy ők újra visszakerülnek a képbe. Tehát egy ilyen élethosszig tartó gondoskodás. Igen, gyakorlatilag, amíg ezeket a nőket úgy gondolják, hogy szükség van a rákszűrésre, akkor akár 60 évesen, akárhány évesen is őket kell majd felkeresnünk. Ön mondta, hogy sokféle területen dolgozott a szakmán belül. Változik? A szakma változott, a munkájuk? Igen, hát ugye az iskoláról nem tudok annyi változást, mert az egy rövid időszak volt, illetve én, amikor elkezdtem dolgozni, általános iskolába is dolgoztam. Nagyon nagy létszámmal, és mivel közben ugyan csökkent a létszám, de a feladatok sokrétűbbek lettek, szerintem amiért változatosabb, azért jobban szerethető is, tehát egy nem csak az adminisztrációs oldala van meg hogy megvizsgálom a gyereket, hanem oda jön hozzám, beszélgetek vele, én családokat is látogattam egyébként, amikor iskolavédőnő voltam, mert a problémásokhoz csak ki kellett menni, hogy a szülővel akár megbeszéljem azt, hogy miért kell annak a gyereknek egy szemüveget. Járnak ki családokhoz most is? Nagyon. Tehát mi igen, de az iskolavédőnök azért nagyon ritkán, mert a pedagóguson keresztül próbálják a szülőket elérni, de ugye egy középiskolában már olyan nagy önbizalmuk van a diákoknak, hogy úgy mondjam, szülőértekezletre nem is járnak szinte a szülők, és őket nem lehetett megszólítani így. Csak úgy, ha kimentem hozzájuk. Ez nem volt gyakran különben. Szóval változás van. Én azt tapasztalom, én 2001-ben kezdtem védőnökként dolgozni, és azt tapasztalom, hogy azóta is rengeteg változás van. Én szerintem egyre nagyobb hangsúly helyeződik a dokumentáció az adminisztrációra, de nem elhanyagolható a családlátogatások száma sem. Én nagyon szeretem a területi munkát, mindenki nagyon szereti a területi munkát. Egy kicsit jobban oda kell figyelni a mai világban, hogy minden hivatalos módon. Tehát szerintem egy kicsit kötöttebb lett ez az egész védőnőség. Több a háttérmunka, kevesebb az, ami valóban látványos munka, változott. Én azt gondolom, hogy változott, és folyamatosan változik, és azt gondolom, hogy a jövőben nagyot fog változni is. Úgy, ahogy az emberek is megváltoztak az utóbbi években, a média hatása tapasztalható az anyukáknál, kismamáknál, több információhoz tudnak jutni. Mások a problémák, mások azok, amikkel hozzánk fordulnak, ezekkel kell nekünk megbirkózni minden napokban. Mennyire fogadják el az emberek, a családok, a szülők önöket? A segítséget, amit én ugye most második éve jöttem ide vissza a körzetbe, és én teljes új családokat kaptam, és hát én nagyon nagy lelkesedéssel kezdtem, mert ugye majdnem olyan volt, mintha újonnan dolgoznék, de nagyon hamar belecsöppentem. Én úgy érzem, hogy a családok nagy része elfogad, de én is mindenkit megszerettem. Tehát anélkül nem is tudnék dolgozni, hogy nem igazán tudnám őket tisztelni és kedvelni. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkivel baráti viszonyban vagyok,
de felhívhatnak, megkereshetnek, és amit a Kata kolléganőmnek köszönhetek, ő felhívta a figyelmemet, hogy a Facebookon keresztül is ugye lehet az anyukákkal. És én vagyok a 50-esek között az az egyetlen védőnő, aki én ugye már fönn voltam a Facebookon, de nagyon utáltam, megmondom őszintén. Erre az egyre használom. A modern kor. Hogy összegyűjtöttem akikkel gyakran kapcsolatban vagyok, tehát nagyjából a nullától 7 éves korig az anyukákat, akik fönt vannak a Facebookon, és ővelük megosztom az információkat, ők rögtön tudnak jelezni, és nagyon sok fotót, mindent föltöltenek. Én úgy érzem, hogy most közelebb állnak hozzám ezek a családok, és szerintem a Kata is tudja mondani, mert látom, hogy hogy élnek, jobban látom a fotókat, a mosolyt, a szomorúságot, mindent, és ha én írok egy üzenetet, akkor egy-két órán belül biztos, hogy válaszolnak. Szerintem munkája szolgálat. Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok minden múlik azon, hogy mi hogy állunk a családokhoz. Ha mi erőszakosak vagyunk, és ragaszkodunk a régi bevált sémához, és mi úgy szeretnénk menni, ahogy az a nagykönyvben le van írva, én azt látom, hogy olyankor könnyebben elzárkoznak a családok. Viszont, hogyha partnert látnak bennünk, és azt látják, hogy mi akkor vagyunk ott, amikor szükségük van ránk, és nem akkor, amikor mi éppen úgy gondoljuk, azt gondolom, sokkal nyitottabbá válnak. Szerintem családtagként kezelnek minket nagyon sokan. Mi úgy is szoktuk emlegetni, hogy a gyerekeink. Tehát ezen sokan ugye fennakadnak és néznek, hogy hány gyerekünk van valójában, sok, de mi sok rengeteg, rengeteg gyerekünk van. És nagyon-nagyon jó kapcsolatot lehet kialakítani. Azt gondolom, hogy az ember a legfőbb bizalmas lehet. Lehet egy társ, egy lelkitárs, egy segítő, de tényleg nagyon sok problémával fordulnak. Azért azt levettem, hogy ez nem egy 8 órás munka. Nem. Ez biztos, hogy nem egy 8 órás munka. Nem. Hát én ugye a Facebookon való kapcsolatot azt otthon tudom inkább, mert akkor inkább abban fél órában nem tévézek, hanem egy kicsit ott. A bizalom erről szól. A bizalom erről szól, hogy akkor vagyunk ott, amikor szükségük van ránk. És igen, ez áldozatokkal jár, viszont az ember sokkal többet kap vissza ezáltal, én azt gondolom. Ez megtérül. Nem, Vera? Ugye? Igen. Én úgy gondolom. Hát akkor én ennek jegyében megköszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és további sok sikert kívánok a munkáidban. Jó egészséget hozzá. Köszönjük szépen.